Dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, a Szegedi Tudományegyetem oktató kórházának főigazgatója, idén már 6. alkalommal tájékoztatta Kiskörösváros képviselőtestületét a járóbeteg szakellátás működéséről és tapasztalatairól. A főigazgató elmondta, hogy két olyan város van a vármegyében, amely minden évben igényli a tájékoztatót, Kiskörös és Kiskunhalas. Egy nagyon fontos oka is van, nem csak az, hogy nekem sok szállal kötődök Kisköröshöz, hanem hogy itt van a rendelőintézet, amit a Kiskunhalasi Kórház fenntartásában és üzemeltetésében működtetünk. Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató elmondta, hogy a kórház újra életre kelt a COVID-járvány után, mivel a Kiskunhalasi Kórház a járvány alatt sem szüneteltette azokat az ellátásokat, amelyek a nem COVID-ellátásokat biztosították, könnyebb volt számukra az újrakezdés a pandémia után. A kórházat azt egy jelentős fejlődési pályára sikerült állítani. Mondhatom azt, hogy a menedzsment tagjaival, az új főorvosi karunkkal és minden kollégánkkal azon szerencsés kórházak közé tartozunk, akik nem az önfelszámoló útra léptek. Egy nagyon nehéz helyzetben, nagyon szűk humánerőforrás poolból sikerült növekedni. 6 évvel ezelőtthöz képest közel 120 dolgozóval vagyunk többen, mint akkor, amikor átvettük a kórházat. Az elért eredmények természetesen kihatottak a Kiskörösi Rendelőintézet működésére is, ahol nem küzdenek humánerőforrás hiánnyal. A környező települések rendelőintézeteihez képest azt, hogy az ellátás ne szűküljön. Ugyanis az egész szolgálati jogviszonyos rendszer, ami az egészségügyet átláthatóbbá és sokkal jobban tervezhetővé teszi, azt azért tudni kell, hogy előhozta azt, hogy mekkora humán erőforrás hiány van az egészségügyben, amit egy bizonyos szűkör és a felső vezetők biztos, hogy láttak, hogy sokan 3-4-5 helyen is dolgoztak párhuzamosan, ami időnként azért megkérdőjelezhetetlen módon a betegellátás minőségének a rovására is megy, hogyha nem kipihent személyzetnek a kezébe kerül valaki, de még mindig a között kell lavírozni, hogy teljesen kipihent személyzet, vagy nincs. A betegellátási számokat minden területen növelték, ennek ellenére rengeteg olyan visszajelzést kapnak, hogy nincs időpont a szakrendelésekre. Tehető vissza. Az egyik az, hogy ha ezt megnézi akár a képviselőtestület, akár a lakosság, akkor jól látszik, hogy lényegesen magasabb betegszámokat láttunk el a megmaradt szakmáinkban, és minden egyes szakmánkat erősíteni tudtuk a betegforgalmi mutatók szempontjából, ami az igényeknek a túlzott megjelenését is jelezheti. Ennek sokszor az van a hátterében, hogy akkor kezdünk el időpontot kérni, amikor már nincs szakorvosi javaslatom. Tehát nem gondolkozunk fél évre előre, egy évre előre olyan A kórház gazdasági mutatói enyhe növekedésről tanúskodnak, mely azzal magyarázható, hogy az előző évben átlagfinanszírozásban, míg idén február 1-től teljesítményfinanszírozással biztosítják működésüket. Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató elmondta, hogy a kiskörösi szakrendelő veszteséget termel. Millió forintot jelent a Kiskunhalasi Kórháznak, amit átcsoportosítással a rendelőintézet fenntartására, ugye a gazdasági igazgatómnak a zsebébe turkálva ide kell raknom. A mostani szakmaszerkezet mellett is, hogyha ezt tovább szeretnénk fejleszteni, még a jelenlegi finanszírozás mellett sem, vagy pozitív hozzáállás mellett sem, fog csökkenni, hanem ez növekedni fog, úgyhogy ez egy ilyen faramuci helyzet. Én azt szeretném kérni egyenlőre Kiskörös lakosságától, hogy
meg a képviselőtestülettől, hogy abban támogassanak minket, hogy ezen az úton tovább tudjunk menni, hogyha fent tudjuk tartani az idei meg a jövő évben változatlan szakmaszerkezettel a Kiskörösi Rendelőintézetet, az egy nagyon nagy eredmény lesz, és nem szűkül tovább. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház rendelkezik olyan tartalékokkal, amely biztosítani tudja a kiskörösi szakrendelő működését, de szükség van a helyi lakosság pozitív hozzáállására, a vállalkozók és a képviselők támogatására is ahhoz, hogy változatlan szakmai szerkezettel fent tudják tartani a Kiskörösi Rendelőintézetet.